A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a mai köztér középpontjában a magyarországi egyházüldözések állnak. A Mátyás Corvinus Kollégium rendezvényén Arató György tartott előadást, a köztérben számítunk figyelmükre. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága egy történeti alapkutatásokkal foglalkozó állami szerv, amelyet 2013-ban hozott létre a jogalkotó azzal a céllal, hogy a magyarországi kommunista diktatúra áldozataival kapcsolatos állami emlékezeti kötelezettségeket segítse, a kommunista diktatúra működésének a hatalmi mechanizmusait kutassa, segítse azokat az egyetemi intézeti köröket, amelyek ezzel eddig is hivatásszerűen foglalkoztak. Mintegy 60 kollégám közül 21 páran vagyunk tudományos besorolású kutatók, akik történészként, levéltárosként az ország különböző egyetemeiről, intézeteiből, gyűjteményi szférából jöve törekszünk olyan alapkutatási hitelességű munkát végezni, amely az 1945 és 90 közötti magyarországi kommunista diktatúrának, és különösen az 1956-os forradalom és szabadságharcnak, illetve az egyházüldözésnek, mint kiemelt témának az ismeretlen területeit rendszer szerűen segít a társadalomhoz közelebb vinni, és ezzel kapcsolatban az én közelebbi munkakörömnek a ismertetéseként a közoktatással, a gyűjteményekkel, közgyűjteményekkel, magángyűjteményekkel való, egyházi gyűjteményekkel való kapcsolatot szeretném kiemelni. Tehát a közművelődési tevékenység nélkül ennek a diktatúrának az emlékezetével nem sokat tudnánk társadalmi szempontból elérni. Én nagyon fontosnak tartom, nagyon fontosnak tartjuk mindnyájan a NEB-nél azt, hogy a tudománynak és a kultúrának nem csak a művelése, hanem a szervezése és a közvetítése is egy nemzeti alapfeladat, amelynek a bölcsész értelmiség meg kell, hogy feleljen, és ez egy olyan fontos állami vállalás a mi szervezetünknek az életében, amelyet folyamatosan próbálunk képviselni, és ennek jegyében van most itt képviseletvezető asszonyék érdeklődésének és jóindulatának köszönhetően a legújabb egyháztörténeti kiállításunk is, amelyet tudós kollégáim állítottak össze, és amely járja az országot és a Kárpát-medencét, Küzdelem a lelkekért címmel, egy 16 tablóból álló oktatássegítő anyag áll az érdeklődők rendelkezésére, amely a Kádár korszaknak, elsősorban a hosszú 60-as éveknek az egyházüldöző tevékenységét próbálja bemutatni, egy olyan rendhagyó fókuszon keresztül, amely eddig nem állt a ilyen lecsapódásban, legalábbis a történeti kutatások fókuszában, a totális államnak a hitvallói kisközösségekkel szembeni fellépését mutatja be. Ugyanis sokan gondoljuk, öröklődő téves történelmi toposz, hogy a kádári diktatúra egy puha diktatúra volt, valóban alapvető különbségek mutatkoznak az emberekhez, a társadalom köreihez való viszonyulás szempontjából a Rákosi diktatúra nyílt fizikai erőszakot is alkalmazó terrorjához képest. Ugyanakkor az egyház, a vallásosság, az államtól független állampolgári önmeghatározás és az átnevelés, az ideológiai indoktrináció egy alapvető motivációs eleme volt, és hát a kádári diktatúrának a története szempontjából nagyon fontos örökség az az általános társadalmi bizalmatlanság, akár egymás iránt, akár kisközösségi és egyházi szinten a mai napig, amit azok a manipulatív, megosztó és dezinformációra alapuló titkosszolgálati és államigazgatási
módszerek okoztak, amellyel a kádári diktatúra az egyházakhoz viszonyult. Ezt mutatja be a kiállítás, és még egyszer köszönöm Anna Máriának, hogy befogadták, és ez most ma este, még a következő napokban, egy-két hétben itt hát terjedelmessége ellenére látogatható annak, akit érdekel. Köszönöm szépen, hogyha hírét viszik. Egyébként az interneten is a Nemzeti Emlékezet Bizottsága honlapján neb.hu alatt a tudástárunkban elérhető. Én magam egyébként, bár alapvetően szervezéssel foglalkozom jelenleg a NEB-nél, munkaköröm szerint, én is egyházi és kutatói közegből jövök, nem csak a történész levéltárosi tanulmányaimra gondolok, hanem pályakezdésem színhelyére, a Győri Egyházmegyei Levéltárra, ahol alap kiképzésemet kaptam, és ahol alkalmam volt megismerkedni Mózesi Gergely székesfehérvári püspöki gyűjtemény vezető úrnak is a munkásságával, amelyből nagyon sokat merítettem ehhez az előadáshoz, és többször is fogok rá hivatkozni. Azt hiszem, hogy sokan ismerik azt a mondást, vannak ilyen bombók a kommunizmus történetével kapcsolatban, tudtak nagyokat mondani az elvtársak, amelyet hol Stalinhoz, hol Molotovhoz, hol Zsukovhoz köt az emlékezet. Nem is az a fontos talán, hogy ez hogyan hivatkozható és kihez kötődő, hanem az az esztétikai és hatalmi tartalom, ami mögötte áll, hogy valamikor, amikor már tervezhető volt a Német Birodalom bukása, és a közép-európai térség szovjet megszállása, akkor a cseh kommunistáknak Stalin állítólag azt mondta, hogy mikor feltették a kérdést, hogy hát mi lesz itt a területeit visszaszerző, és hát nyugati egyetértéssel újjászervezkedő Magyarországgal, hogy a magyar kérdés vagon kérdés. Tehát a magyar kérdés vagon kérdés. Ez a hozzáállás, ez vagon kérdés. Vagon. A magyar kérdés vagon kérdés. Ez a hozzáállás, ez szerintem plasztikusan nyomon követhető abban a szörnyűségben, ami 1944-ben Magyarországra rászabadult a Kárpátokon keresztül, keletről. És amelynek az emlékezete egészen 1990-ig szociológiai és pszichológiai szempontból, de azt hiszem történelmi távlatokban is nagyon káros módon kibeszélhetetlen, megbeszélhetetlen és feldolgozhatatlan maradt. És amivel kapcsolatos törlesztési feladataink ennyi nemzedékkel később nekünk is vannak. Sokan azt gondoljuk, hogy a történelem egy lezárt temetőkbe száműzött dolog, és egy idő után szubjektív gyászokká válnak azok a tragédiák, amelyek annak idején tömegek életérzését határozták meg. Én azt hiszem, hogy ezt a típusú szkepszist ékesen cáfolta az, ami másfél évvel ezelőtt keleti határainktól nem messze pár száz kilométerre kezdődött el. A történelem ismétli önmagát, és minden világnézeti meggyőződés, pró vagy kontra érvelése helyett inkább csak arra hívom fel a figyelmet, hogy a birodalmak és a nemzeti alapon szerveződő vagy demokratikus alapon szerveződő társadalmak között egy fontos különbség, hogy a birodalmak visszahúzódása nem demográfiai kérdés, hanem egy ideiglenes jelenség, egy olyan pulzálás, amely a birodalmi lét logikájához tartozik hozzá. Azért mondom ezt, mert a kommunizmus magyarországi térnyerése nem a magyar társadalom világnézetéből fakadó esemény volt, mint azt mindnyájan tudjuk, hanem egy erőszakos, kegyetlen, gyilkos, véres, idegen megszállás következménye, amely a szovjet birodalomnak és a vörös hadseregnek a magyarországi térnyerésével kapcsolatos, és amit kísért a szovjetek mögött megérkező forradalmi hangulatú és terrort is kilátásba helyező kommunista funkcionáriusoknak és aztán megszerveződő kommunista pártnak a magyarországi erőszakos térnyerése. Az, hogy itt van egy birodalmi típusú agresszió ebben a történeti vonatkozásban, az szervesen együtt jár azzal a típusú ideológiai kényszerrel, amelyet a magyar társadalomra, államiságra
és az ezzel szemben álló mindenféle közösségi és intézményi szerveződésre, így az egyházakra is rákényszerítettek 1945 után, és aminek a történelmi magyar élet szerveződései nem tudtak ellenállni, és amivel szemben két-három nemzedéknyi időtávban erőszak folytán alulmaradtak. Tehát Magyarország nem nyerte vissza a szuverenitását 1944-45-ben a német megszállók és a nyilas bábkormány kitakarítása után. Magyarország szuverenitása nem állt helyre 1945-ben a kommunisták által aztán kötelezővé tett felszabadítás terminus technicus súlykolása ellenére sem. És egy olyan lopakodó diktatúra alakult ki, amelynek a feltétele elsősorban nem a kommunista ideológiai eszme volt, bár ezt ennek a győzelmét helyezték politikai célként előtérbe a képviselői, hanem egy olyan szovjet birodalmi megszállás, amely egy keleti államszerveződésnek, egy keleti birodalmi modellnek a megvalósítása volt, egy olyan területen, ahol alapvetően erre az elmúlt ezer esztendőben nem volt példa. A hatalom gyakorlásának a módja, az igazságtalanságra adott társadalmi reakciók, és az a világra szóló történelmi tény, hogy 1956-ban Magyarországon sikerült a Pesti és a vidéki városok utcáin megtörni a kommunista birodalmi úthengernek a nemzetközi imázsát is egyébként, de hát katonailag is sikerült meglepni őket. Ez mind összefügg azzal, hogy itt természet szerinti ellenkezés volt a helyi társadalmi berendezkedés és az itt kiépülő kommunista diktatúra között. 1931-ben 11. Pius pápa a Quadragesimo Anno című szociális enciklika, illetve kezdetű szociális enciklikájában világosan meghatározta. Tehát tudható volt a szovjet megszállás előtt, hogy a kommunista diktatúra két legfontosabb célja a könyörtelen osztályharc és a magántulajdon elleni fellépés, tehát a társadalomnak olyan fajta átalakítása, amely erőszakkal és nyílt színen történik, másképpen nem is történhet. A terror és a megfélemlítés, hát ez ugye tulajdonképpen lényegében ugyanazt jelenti, csak a terror szóhoz azt a fizikai atrocitás sorozatot is társítjuk, ami a jakobinus típusú forradalmiságnak és ezáltal a kommunista típusú forradalmiságnak is velejárója, és amelyet egyébként nyíltan vállaltak szükséges társadalmi fejleményként és politikai gyakorlatként azok az ideológusok, akik ezt a kommunista állampártot Magyarországon hatalomba segíteni és ott megtartani próbálták. Tehát a terror és a társadalomnak az itteni lélekállapota és az ebből következő 1956-os felkelés, forradalom és szabadságharc egymással olyan antagonisztikus módon összetartozó történelmi jelenségek, amelyek azt mutatják, hogy a kommunista diktatúrának a közép-európai története ennek az egyébként a világban különböző helyeken napjainkig meglévő és az egyházüldözésről, a keresztényüldözésről mindenütt felismerhető ideológiának és embertelenségnek a lényegével kapcsolatban egy nagyon fontos tanulságot tartogatnak. Remélem, hogy ez majd az előadás végére világossá is válik. Tehát nagyon fontos kijelenteni, hogy az a megszállás és az az ideológiai nyomulás, előrenyomulás és kényszer, ami érte Magyarországot és a Kárpát-medencét, és különösen a magyar lakta területeket, ez egy olyan kollektív komponenst is tartalmaz, amelyben a magyar nép társadalmi berendezkedése, hagyományai, és hát ha szabad így fogalmazni, az itteni személyiségfelfogás okán is a középpontjában állt. Különösen a határon túli magyarság és egyházainak sorsa kapcsán mondható az el, hogy a magyarság, mint etnikum és mint nemzetiség elleni fellépés is a központi céljai közé tartozott, a közép-európára rázúduló szovjet, illetve bolsevik megszállásnak és terrornak. Most a dolognak a kevésbé emelkedett vagy félelmetes összefüggéseivel kapcsolatban pedig
nem tudom elmulasztani, hogy utaljak a legutóbbi népszámlálásnak a bizonyára többünket foglalkoztató adataira is. Tehát mi történt itt az utóbbi nem 20 évben, hanem 70 esztendőben, hogy ilyen drasztikus számokat produkál az önkéntes bevalláson alapuló statisztika. Én azt gondolom, hogy itt nem csak a vallásos társadalmi csoportoknak a történelem felé fordulásával kell számolni, hanem világos választ kell adni arra a kérdésre is, hogy vajon az egyház története és a társadalomban való jelenléte az nem a társadalmi élet alapvető funkcióival áll le kapcsolatban. Az egyház történet véleményem szerint a társadalmi funkcionalitás vagy működőképesség alapvető problémáira mutat rá, és egyszerűen azért, mert az a történelmi korszak, amelynek az örökségeként ma szemben állunk ezzel a fajta identitással, ami a népszámlálási adatokban történetileg megfigyelhető, az a totális diktatúra legfőbb emberi jellemzőjére mutat rá, és itt lép ki a történelem a tudományosság és az akadémikusság köreiből, és válik egy személyes lelkiismereti kérdés komponensévé. Tudniillik, hogy ezeknek a totális diktatúráknak bármennyire elmúltak is, a legfőbb emberi jellemzője máig hat, hogy tudniillik az egyes ember lelkiismeretét vették célba, és a lelkiismerethez való viszonyulásunkat örökítjük tovább, akár kimondatlan traumák, akár feldolgozatlan kollaborációk, vagy éppen áldozati szerepek következtében. Említettem, hogy az ideológián, a kommunista, a politikai gyakorlaton kívül az a fajta birodalmi berendezkedés is, és a szovjet hadsereg jelenléte is okozta azt a szenvedéstörténetet, amelyet az egyháztörténetben regisztrálnunk kell, és amelynek egy kései folyamánya az a kádárkori lappangó egyháziasság, amelyet ez a kiállítás bemutat, és ami talán mai közállapotainknak is a történelmi előzményeként számon tartható. Az, hogy a központi birodalmi hatalom, a totális diktatúra hatalom és társadalom képével alapvetően ellenkeztek az egyházak, ez nem egy kivételes jelenség, és azt gondolom, hogy az európai történelem nyugati részén, mondjuk az investitúra harc óta világos az, hogy az egyházak és az államhatalom szétválasztása a civilizációs értelemben mit adott az emberi jóléthez hozzá. Nyilvánvalóan, hogy egy bizonyos földrajzi határtól keletre ez nem valósult meg az emberi történelemben, és azt hiszem, hogy ennek a következményeire is épít az a típusú szovjet vagy orosz felfogása a bolsevizmusnak, amelyet aztán Magyarországra importáltak Rákosi Mátyásék. Amikor egyházüldözésről beszélünk, akkor nagyon különböző tapasztalatokat látunk, és most távol álljon tőlem, hogy a rendelkezésre álló rövid időben én elrettentő történetek sokaságával szórakoztassam önöket, amelyeket egyébként is vagy hallottak már, vagy könnyű utánuk nézni az interneten. Ezt a fajta horrorisztikus, áldozatközpontú szemléletét a történelemnek nem csak, hogy nem lehet belesűríteni egy 45 perces előadásba, hanem azt hiszem, hogy kontraproduktív is ennyi évtized elteltével. Tehát nem arról van szó, hogy a mártírok emlékezetét csorbítani kellene, hanem arról, hogy lássuk a nagy képet is, amely megítélésében a kimondatlanságok miatt éppen a mai napig nagyon sokféle ellenkező vélemény és tapasztalat is van. Hiszen azok, akik esetleg egy kollaboráns püspök, vagy plébános, vagy parókus lelkész rendszerrel való együttműködésének az árán egy hitvalló és védelem alatt működő káplántól mégiscsak részesülhettek azokban a hittanórákban, amelyek megalapozták a hithez való, a valláshoz való viszonyukat, és ilyen módon családjukkal és a történelmi örökségükkel kontinuitásban maradhattak, bizonyára nem terrorként emlékeznek azokra az évtizedekre, amikor egyébként másokat vertek, koncepciós perekben hosszú évekre börtönbe zártak. A hatalomnak a szelektív hozzáállásáról van szó, amelyben nem mindenkit egyformán érint, sohasem egyformán érint. Néha tömegesen, néha csak funkciók szerinti kiválasztottság révén, de sohasem egyformán érint az elnyomás. Az viszont a kommunista diktatúra történetében az egyik legállandóbb és folytonosabb, és a diktatúra lényegére rámutató vonás, hogy folyamatosan és végig
az egyházak működése és az egyéni hitvallói lehetőségek a célkeresztjében álltak. Tehát ez egyszerűen szemben áll azzal a társadalom és hatalom képpel, amit a totális diktatúrák az egyházakról és saját magukról gondolnak. 1958-ban az állítólag később megpuhuló kádári diktatúra feje, Kádár János, akinek egyébként évtizedes tapasztalata volt arról, hogy hogyan kell a legkeményebb fizikai módszerekkel tönkretenni hitvallói közösségeket, hiszen egyébként 1948-tól ő belügyminisztere volt Magyarországnak, és a Mindszenti per idején a legnagyobb egyházi koncepciós per és a legtöbb brutalitás, papok elleni brutalitás idején ő döntéshozó szerepben volt Magyarországon. Kádár János mondta az állítólag békére és közmegegyezésre építő rendszerének hajnalán 1958-ban, hogy hadd idézzem, mert megéri meghallgatni, bár rajta van a kiállítás nyitó tablóján, meg kell érteni, idézem Kádárt, hogy mi a klerikalizmus ellen tűzzel, vassal, golyószóróval és börtönnel is harcolunk, mert nálunk nem klerikális hatalom van, tehát papi hatalom, hanem munkás paraszturalom. Ez egy teljesen világos kijelentés, amelyet nem árnyal, legfeljebb kiegészít az a tény, hogy az 1970-es, 80-as években már inkább arra intette vehemensebb munkatársait az Állami Egyházügyi Hivatalnál, vagy a verőlegényeknél a belügyminisztériumban, hogy lehetőleg nem kell mártírokat kreálni. Tehát azt akarom mondani, hogy a kommunista diktatúra egyházüldözése megegyezik az egyház elleni fellépés és az egyház tönkretétele igényében, ezt legfelsőbb szintű párthatározatok és irányelvek deklarálják, ez dokumentum szinten azonosítható. Az, hogy ez helyi szinten hogy jelenik meg, az egyrészt a helyi hatalmi viszonyoknak a függvénye, másrészt szeretném láttatni, hogy olyan korszakok követik egymást ebben, amelyekben kivétel nélkül a kommunista diktatúra és a szovjet birodalom érdekei voltak a kezdeményezők. Tehát ez nem egy önelvű fejlődési folyamat, amelyben vetélkedtek egymással a társadalomra hatással lévő közösségszervező egyház, illetve a társadalom fölötti mentális kontrollt igénylő totális diktatúra, hanem egy kívülről irányított folyamat, amelyet ennek a magyarországi szálláscsinálói és képviselői, a kommunista pártfunkcionáriusok irányítottak. Nem lehet megfeledkezni ennek a kiállításnak az értelmezése szempontjából sem az alapokról, hogy a katonai brutalitással kezdődött a megfélemlítő és tervezett katonai brutalitással az a szovjet megszállás kezdetén, amit egyházüldözésnek nevezünk Magyarországon. 1945. március 21-én itt Székesfehérváron Bergendi János irodaigazgatót lövik agyon szovjet katonák a fehérvári püspökségen. Mózesi Gergely mondta egy megemlékezésen, hogy háromszorosan van szimbolikus értéke ennek a papi vértanúságnak, hiszen a vele kapcsolatos elhallgattatás, a kényszer sírba helyeztetés, illetve az ezzel kapcsolatos személyes, hogy is mondjam, hitvallói példaadás, mint a helyben maradó, nyájára vigyázó és a veszély elől el nem menekülő felelős beosztású egyházi személynek a szembekerülése a történelmi úthengerrel mindnyájunk számára egy olyan erkölcsi dilemmát vet fel, ami az adott történelmi kérdés határain kívül is értelmezhető, és azt gondolom, hogy a zsarnoksággal való szembesülés színektől függetlenül, hogy barna-e vagy vörös vagy fehér, mindnyájunk életében egy morális dilemmát jelent hasonló helyzetekben. De hát március 31-én Inkén Somogy megyében Padányi Sándor plébánosnak a megcsonkított holtteste végzi a szemétdombon. Március 28-án szombathelyi Mikes püspököt házát éri gránáttalálat, amiben az idős püspök szívrohamban elhuny. Apor Vilmos példáját Győrből, hogy ne beszéljek haza, nem szeretném részletezni. Tehát az a fajta katonai erőszak és brutalitás, aminek a célja a megfélemlítés volt, és a helyi vezető pozícióknak a kiiktatása a közéletből, méghozzá elég szelektív és terrorisztikus alapon, ez alapozza meg a magyar társadalomnak a képét arról, hogy mit is akarnak itt az oroszok és a kommunista párt. Hadd tegyem hozzá, hogy Magyarországon volt egy kevés, de volt társadalmi támogatottsága ennek a fellépésnek. Csaba Gyula evangélikus lelkész, mivel eddig csak katolikusokat emlegettem, hadd mondjak most egy protestáns mártírt is. Csaba Gyula evangélikus lelkészt Vác mellett magyarországi kommunisták, 1919-es tanácsköztársasági kommunisták feszítik keresztre élve,
miután szemét kiszúrják, és nemi szervét levágják, és megcsonkítják számos egyéb módon a testét. Tehát az a fajta brutalitás és terror, amely Magyarországon a szovjet hadsereg és a kommunisták megjelenésével 1944-ben, 45-ben elindul, az a legsötétebb háborús időket idézi. 1919-ben a vörös és a fehér terror idején voltak oda-vissza ilyen típusú terrorakciók. A különbség az, hogy ezeket egy törvényes állami retorzió követte, és egy békére és egyértelmű polgári önszerveződésre biztató rendszer kiépítése is. Nos, az ebbe vetett hit szűnt meg azoknak a politikai akcióknak a következtében, amelyek a kommunista párt nevéhez köthetők 1945 után. Tehát az, hogy ezeket a katonai kilengéseket nem egyedi atrocitásként, hanem rendszerjelenségként kell definiálni, azt a magyar társadalomban pontosan a kommunista pártnak, mint politikai tényezőnek a magatartása a későbbiekben tette lehetővé, hogy így gondolkozzunk róla. És valóban 1945 és 56 között a katonai brutalitás rövid korszaka után elindul egy olyan korszaka az egyházüldözésnek, amelyet inkább a koncepciós perekkel tudunk jellemezni, tehát a jog köntösébe bújtatott közönséges hatalmi megalázások és egyéni életeknek a tönkretétele kövezi ki az utat ahhoz, hogy a társadalom az önszerveződés szintjén megpróbáljon felépülni a háborús traumából, és a kommunista párt hatalomátvételét ne akadályozza. Tehát ugye az 1947-es magyar közösség elleni per, amelyről Szekér Nóra írt kitűnő monográfiát, rögtön a következő koncepciós per 1948-ban a Pócs Petri ügy, amely egy par excellence koncepciós per, és a jelentősége háromszoros is a magyar történet értelmezés szempontjából. Egyrészt egy egész falu felkelt a hatalom ellen, Szabolcs megyében található ez a község, és a iskolák elvétele, államosítása volt éppen napirenden a parlamentben, amikor egy helyi tüntetésen a rendőrnek a puskája elsült, és dulakodás közben elvették tőle, és a rendőr a saját puskájának a golyójától halt meg. Máig kiderítetlen, hogy kilőtte le a rendőrt, hogy ez baleset volt-e, vagy pedig eltették láb alól. A tény elsősorban az, a történettel kapcsolatban, hogy rögtön rárepült a kommunista politikus, ugye Rajk László volt ekkor a belügyminiszter, és Kádár János pedig a kommunista párt parlamenti frakciójának a helyettes vezetője, őt személyesen rendelte ki Rákosi Mátyás, Dicsi Gyula alezredessel, aki mindszenti verőtisztje volt, vallató tisztje később, illetve Vásárhelyi Miklós újságíróval, aki később a Nagy Imre kormánynak is minisztere lett, illetve a magyarországi reformkommunisták, illetve később aztán a rendszerváltoztatást előkészítő liberális ellenzék egyik fontos szereplője. Tehát ők hárman mentek le, kormány és párt szinten nagyon fontos, és hát belügyminisztériumi, tehát rendőri szinten nagyon fontos személyiségek a Pócs Petri zendülést megfékezni, és csináltak ebből egy olyan feltupírozott ügyet, amelyben be lehetett bizonyítani a magyar vidék számára, hogy bármiféle helyi jelentőségű ügy országos megtorlást vonhat maga után akkor, hogyha szembe megy a kommunista párt propagandisztikus céljaival. Tehát egy egész falu lépett fel a hatalom ellen, egy fegyveres testület tagja lett az áldozat, és a parlamentben éppen napirenden volt az a kérdés, ami ellen a helyiek tiltakoztak az iskola államosítás kapcsán. Par excellence koncepciós perről beszélünk, mert a legfelsőbb politikai vezetők irányították, Rajkot és Kádárt említettem, tehát Rákosi Mátyás állt a háttérben természetesen. Politikai tőkét akartak kovácsolni egy helyi jelentőségű eseményből, komoly propagandát, országos propagandát építettek fel rá. Az eljárások közben korlátlan erőszak a tanúknak a brutalizálása kapcsán megjelenik, illetve hát természetesen nem törődtek a joggal, tehát a koncepciós per lényege, mindnyájan ismerjük nyilván Bacsó Péter Tanú című filmjét, hogy születnek a koncepciós pereknek. Ez egy parodisztikusan előadott, véleményem szerint
nem ok nélkül részben kegyeletsértőnek, kortársak által kegyeletsértőnek is tekintett, de valóban filmtörténeti alkotás. Tehát az előre meggyártott vallomások és ítéletek mutatják, hogy nem volt alaptalan az az egyházvezetői hozzáállás, amely a közismert Mindszenty József, egyébként Svoji Lajos székesfehérvári püspök, de protestáns részről mondhatjuk Ordas Lajos, vagy akár részben az állammal a történelmi egyházak vezetői közül elsőként egyességet kötő, de kétségtelenül hitvallói életutat bejáró Ravasz László vezető református püspök hozzáállását is, akik a jogszerűség, az emberiesség és az alapvető társadalmi együttélési normák szempontjából kritizálták azt, hogy állami hatóságok színében a kommunista pártfunkcionáriusok hogyan terrorizálják Magyarország lakosságát. Sokak szerint ettől függetlenül a legbrutálisabb egyházüldözés az 1956 után jött el Magyarországon, mert az 1956-os szabadságharc leverése utáni vidéki papgyilkosságok olyan brutalitást mutatnak, amely és olyan töménységben zajlottak a rövid időn belül sok az országban, ami fölveti a Rákosi diktatúrával való hát nem is párhuzam, hanem vetélkedés értékítéletének a lehetőségét Kádár rovására. Tehát 1945 és 72 között, csak azért, hogy ismét hangsúlyozzam, hogy ez egy korszak az egyházüldözés szempontjából, és a kommunista diktatúra egyik legállandóbb tulajdonsága, függetlenül 56-tól, mármint hogy előtte vagyunk vagy utána, az egyházakkal szembenállás. 1945 és 72 között 2500 kötőjel 3000 elmarasztaló ítélet született egyházi vagy hitvalló személyek ellen. Ez elképesztően nagy arány az egyéb büntetés végrehajtási tételekhez képest. 1957. december 15-én Brenner János rábakethelyi káplán brutális meggyilkolása, ugye Szombathelytől nem messze, de Kovács Imre kőszegi káplánnak a virágvasárnap előtti szombaton való szintén 1958. márciusban, Kovács Ferenc gencsapáti papnak szintén 1958-as meggyilkolása. Tehát a terror lényegét, a társadalom, az emberek veszélyérzetén való gúnyolódást is jelképezi Szekuli Pál Veszprém megyei Öskői káplánnak az esete, akit egy kútba dobva találtak meg, és akiről később elterjesztették, hogy a szeretője dobta kútba, majd amikor kiderült, hogy nem volt szeretője, nevetségessé vált a nyomozati eljárás a falu lakossága előtt, akkor a következő húzása a hatalomnak az volt, hogy meggyanúsították a 70 éves plébánost, hogy ő vonszolta a nála korpulensebb és jóval fiatalabb káplánya holttestét a kútig és dobta bele. Tehát, hogy a szürrealitás, a terrornak az a komponense, amikor nem számít a valóság érzék, egyszerűen annak a megtapasztaltatása a cél, hogy bármit megtehetnek. Ennek a célja nem, meg hát az, hogy mondjuk halál nélkül, de 18 és fél évet töltött börtönben Lénárd Ödön piarista szerzetes, koholt vádak alapján, három koncepciós perben ítélték el, a harmadikban összeadták az összes büntetését, és még hozzátettek, és így ült 1977-ig. Mindszenty bíboros már rég halott volt, meg volt oldva a magyarországi katolikus ellenállás problémája vezetési szinten, hiszen egy állammal kollaboráló prímást sikerült kineveztetni, és legfelsőbb szinten is jóvá hagyatni, tehát a Vatikánnal, Lékai László Mindszenty halála után megkapta a bíbort is hatodik Pál pápától. Tehát, hogy 1977-ben, évekkel ezután hatodik Pál pápa személyes kérése volt Kádár Jánoshoz, hogy engedjék szabadon Lénárd Ödönt, aki ártatlanul ült börtönben. És csak ezek után engedték el. Tehát a hatalomnak ezek a jelzései, hogy nem számít. Tehát mi döntünk életről, halálról, ez mutatja a diktatúrának a totális jellegét, és hát a Kádárféle idézet, amit említettem, hogy meg kell érteni, hogy nem egyszerűen tűzzel, vassal, tehát nem egy szóhasználatról van szó, hanem még hozzáteszi, hogy golyószóróval és börtönnel is harcolunk a klerikalizmus ellen. Ez világossá teszi, hogy miről beszélünk a Kádárkor és a Rákosikor összefüggése szempontjából. Mert hogyan indul a Kádárkor? Szovjet tankokon bevonul Kádár, ez ugye a városok megtörése, a tankok a
56-os forradalom fő fészkeit, a vidéki városokat bénítják meg, félemlítik meg, erő demonstráció, tehát a városok, a városi ellenállás megtörése. Következik ezután az emlegetett papi gyilkosság sorozat, ugye a papok, mint helyi közösségi vezetőknek a diszkreditálása, eltüntetése és megfélemlítése, a közösségnek is az elbizonytalanítása abban, hogy van-e más, akire figyelni érdemes a helyi kommunista pártvezetőn kívül. Tehát, hogy jelente bármi hasznot vagy előnyt, vagy éppen ellenkezőleg életveszélyt az, hogyha a templomba járok, és a pap iránymutatása szerint élem az életemet. És hát végül a TS erőszak, tehát a falusi rendcsinálás, az a fajta elképesztő erőszakkal járó folyamat, amely átrendezte a vidéki Magyarország képét, és tönkretette a falusi magántulajdon rendszert, és aminek a következményeit a mai napig látjuk, megyénként eltérő módon, de vagy vidékenként eltérő módon, de hát Magyarország agrárország jellegét mi sem mutatja jobban, mint hogy, és hogy mennyire fontos volt a hatalom szempontjából a paraszti öntudatnak a megtörése, mint hogy mi történt 1956 után, 1962-ig a TSZ-esítés során, tehát a paraszti termelőeszközöknek és a paraszti termelő erőnek a kollektivizálása, a szövetkezetekbe kényszerítése, ez nem egy gazdaságtörténeti esemény, hát itt olyan egyéni tragédiákról és olyan kollektív traumákról beszélünk, ami egészségügyi szempontból mérhető eredményeket okozott, és a 70-es, 80-as évek pszichiátriai és körzeti orvosi jelentéseiben hemzseg az úgynevezett TS-betegségnek a problémája, amiben különböző mértékben és arányban, de a depresszió, az alkoholizmus és az öngyilkosság kirívó eseteit és százalékos arányát demonstrálják a vidéki Magyarországon. Tehát a falu kiürülése szervesen összefügg azokkal a népbetegségekkel, amelyekkel egyébként a mai népszámlálás, a tegnapi népszámlálás során is szembesülhettünk. Magyarország a közép-európai térség egyik legjobb adottságokkal rendelkező népességéből hát igen sok mutató szerint sereghajtóvá vált, és ennek köze van ahhoz az állami terrorhoz, amely a vidéki népességet érte. És később, ugye amiről a kiállítás szól, és nagyon röviden csak összegezve, később ugye egyre inkább a manipuláció, a indoktrináció, az ifjúság cél keresztbeállítása, tehát az átnevelés, a következő nemzedékeknek a nevelése és keresztelő helyett névadó ünnepség, akkor az úttörő táborban az ateista nevelés, tanároknak a tudományos ismeretterjesztő társulat színei alatt ugye megcsúfolva a tudomány nevét, vallás ellen való felkészítése, a hittanóráknak a templomkapuk mögé száműzése és annak figyelése, hogy ki jár hittanra, tehát a megosztásra, manipulációra, bizalmatlanságkeltésre épít ügynöki beszervezések révén kisközösségek, ember és ember közötti bizalmon épülő kicsi közösségeknek az együttműködéssel kapcsolatos bizalmatlanságát, tehát tulajdonképpen az állami kereteken kívüli közösségi szerveződésnek a lehetetlenné tételét, a megmételyezését szolgáló teljesen hivatalos szinten, állami oktatáspolitikai szinten működő manipulatív berendezkedését, ezt hozta a Kádárkor, a Rákosi diktatúra nyílt terrorja után. Az egyháztörténet így 1956 után, ahogy képviseletvezető asszony is utalt rá a bevezetőjében, azért fontos véleményem szerint, és azért kell 1956 kapcsán is emlékeznünk árukapcsolásos módon, ha megengedik ezt a vulgáris kiszólást, a kommunista diktatúra kapcsán ennek a jelentőségére, mert pontosan ugyanúgy, mint 1956 megmutatja azt, hogy a diktatúrákat nem tekinthetjük voltaképp jó akaratú, de félre sikerült vállalkozásoknak, és éppen a hitvallóknak, és egyébként az áldozatoknak és a felmérhető károknak a számbavétele révén, éppen a hitvalló, de különösen a hitvallóknak a példája alapján derül ez ki, hogy a diktatúra, a totális diktatúra, azok a fajta ideológiai kényszerek, amelyek emberéletek árán is kötelezővé teszik a követőiknek, hogy elérjék a politikai céljukat, ezeknek a hiteltelenségéről ezek az áldozatok rántják le, ezek a sorsok rántják le a leplet. A vértanúk által és az áldozatok által csalhatatlan fénybe kerül az az ideológia, amely felhatalmazást adott a követőinek arra, hogy emberéletek árán is, emberéleteken is átgázolva elérje a célját.
Káler Frigyes írta, hogy amikor megemlékezünk a meggyilkoltakról, akkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy olyan politikai bűncselekmények áldozatává váltak, amelyekért az ügyben eljáró politikusokat, nyomozókat, ügyészeket és bírókat terheli a felelősség. Terhelte életükben, de visszavonhatatlanul terheli halálukban is, mint ahogy visszavonhatatlan a halálra ítélt embereknek a halála is. A kádári manipuláció és Kádár Jánosnak a nagyon hosszú politikai életútja és a különböző alkalmazott módszerei egy olyan korszak a magyarországi egyházüldözés történetében, amely a látszat ellenére, tehát hogy kevésbé volt véres az indulás az 1958-ig is tartó papgyilkosságokat nem számítva, mint a Rákosi diktatúra, pontosan arra mutat rá, hogy a totális diktatúra az ember lelki ismeretét veszi célba. Mindegy, hogy ezt a fizikai halál vagy a lelki megtöretés révén intézi, az ember lelki ismeretét veszi célba, és ennek generációkon átívelő, nem csak traumák, hanem szokások, hagyományok, önképek is a következményei, amelyekkel nem az áldozatoknak, hanem nekünk kell számolni. A személyes kiszólást engedjék meg nekem, olyan értelemben személyeset, hogy nem csak történészként, hanem hívő emberként is nézve a történelemre, egy francia filozófus és egyháztörténész Danielu Bíboros gondolata jut eszembe a kereszténységgel kapcsolatban, Magyarország választásaival, tehát civilizációs hovatartozásunkkal, Szent István Európához csatlakozásával, és a hol reményteljesebb, hol nehézkesebb európai orientációnkkal kapcsolatban, hogy a kereszténység, és különösen a nyugati kereszténység nem csak azért fontos, amit az egyes személynek ígér. Mondhatjuk erre, hogy ez akár magánügynek is tekinthető vérmérséklettől függően. Hanem azért is, mert ahol egy társadalom megszűnik kereszténynek lenni, ez történelmi tapasztalat, mondja Danielu, egy nem csak a kereszténység szűnik meg, tehát nem csak az emberiség szűnik meg kereszténynek lenni, hanem az emberség is csorbát szenved. Természetesen vannak olyan más vallások, vagy akár politikai ideológiák is, amelyek emberhez méltó életet kínálnak, és az emberséget a központhoz közel helyezik a saját önmeghatározásukban, és nagyon sokat adnak az emberiség számára. De a civilizációs erőfeszítésnek, tehát annak az emberi igyekezetnek, hogy az általunk nagyon nehezen befolyásolható sorstragédiákat, természeti csapásokat, vagy akár technológiai nehézségeket távol tudjuk tartani a szeretteinktől, és biztonságban tudjunk élni, és tudjuk vállalni annak a személyes kihívását, ami nem csak biztonsági és kényelmi, hanem morális kérdés is, hogy örökül hagyjuk azt a jólétet, vagy éppen biztonságot és öntudatot, amelyet mi fontosnak tartunk a következő generációknak. Tehát a civilizációs erőfeszítésnek, mint történelmi vagy társadalmi szociológiai jelenségnek a leghatékonyabb támogatója a történelemben ez a vallás. Ez a vallás, amely eredendően nem is erre, hanem természetesen az üdvösségre törekedteti az embert. A személyiség fogalma, amely a korai keresztény zsinatoknak a fejleményeként kerül be az egyetemes filozófia történetbe, és amely nélkül vajon mit kezdenénk ma magunkkal és identitás problémáinkkal, de számos egyéb olyan történelmi jelentőségű, tehát embert formáló alaptétele az életnek, amely nélkül az életünket ma nehezen tudnánk elképzelni. A világnak ezen a pontján egyszerűen ehhez, és nem pedig a totális diktatúrák ideológiájához, vagy bármiféle egyéb alternatívához kötődik. Ezért nem csak az áldozatok emlékezetének, hanem a saját becsületünknek is tartozunk azzal, hogy az ezzel szembe menő történelmi zsákutcákkal kapcsolatos emlékezésünk tárgyilagos, és ugyanakkor morálisan mértékadó legyen azok számára, akik utánunk következnek. Kedves nézőink, a mai köztér középpontjában a magyarországi egyházüldözések álltak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.